Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. A szerelem kertje, így hívom ezt a jóslást, ahol látható egy park, egy szép környezet, egy szerelmes pár, a hölgy és a férfi, az egyik rád utal, a másik pedig a társadra vagy társnődre. Először is megnézzük a te érzelmeidet, utána az övéd. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor a könyv ott bal oldalon utal a te érzelmeidre. Lehet, hogy úgy érzed, hogy tanulnod kellene még valamit. Az is lehet, hogy van tovább képzés és vizsgák, lehet, hogy vannak még félelmek. A könyv jelentheti a te zárkózottságodat is, amikor úgy érzed, most jobb lenne, ha visszahúzódó lennél, de jelentheti az ő zárkózottságát is. A könyv jelentheti azt is, hogy van valaki a környezetedben, lehet, hogy nem ez a férfi, hanem valaki más, aki eltitkol előled valamit, és ezt te érzed, hogy így van. Az ő érzelmeit középen, ott jobb oldalon látjuk. A medve jelenti az ő élet erejét. Ezzel az erővel be tudja bizonyítani magát. Ez az erő, ez lehet a belső erő is, az ő hite, hogy hisz abban, hogy köztetek minden jóra fordul. Sőt, azt is jelentheti, hogy te adsz erőt számára. Ez a medve lehet egy személy is a környezetében, vagy egy nő, vagy egy férfi, akinek szava van, például a főnöke, és az is lehet, hogy ez a személy domináns és parancsolgat neki. Emiatt nem érzi jól magát, vagy erőtlen, vagy kell újra az erő, hogy be tudja bizonyítani magát, hogy védje magát. Az ő gondolataiban, tehát a férfinél a gondolatot a fa jelenti ott felül, jobb oldalon. Ez utalhat a biztonság érzetére, hogy ő úgy gondolja, hogy most elérkezett oda, ahova szeretne, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet, ez a párkapcsolat, lehet a lakhely, lehet a hivatása is. Amit a fa még jelenthet, az a türelem, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik. Amit a fa még jelenthet, ez a gyógyító erő. Lehet, hogy beteg volt, de most megvan az életerő, a gyógyulás. A fa az jelent egészségügyi témákat is, és az jelentheti azt, hogy ezen a területen dolgozik. És akkor a medve jelentheti az ő főnökét, hogy benne van egy bizonyos helyzetben, ami betegíti őt. Erőtlen. Az is lehet, hogy betegállományban van, vagy ezt tervezi, hogy betegállományba megy. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, a te gondolataidban megjelenik a kislány, ez felül bal oldalon látható. Ez utalhat a gyermekekre, hogy sokat gondolsz a gyermekeidre vagy az unokákra. A gyermek jelenthet egy új kezdetet is, hogy tervezel vele együtt egy új kezdetet. Amit a gyermek még jelenthet a te ártatlanságot vagy az ő ártatlanságát. Ki vagy mi befolyásol téged a külső hatás alul, bal oldalon látható, és itt megjelennek a halak. A halak jelentik a pénzügyi dolgokat, persze a munkát, a hivatást is, hiszen ez összefügg egymással. Vagy valaki nyújt egy anyagi segítséget,
Vagy valaki befolyásol téged a munkahelyen, vagy azt is jelentheti, hogy kihasználnak téged anyagilag. Megnézzük, hogy milyen befolyásolás alatt áll ő, ki vagy mi befolyásolja őt, az alul jobb oldalon látható a kereszt. Ez lehet egy spirituális terület, vagy lehetnek vallási témák. A kereszt jelent döntéseket, amikor ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. De mivel itt külső hatás látható ezen a helyen, valaki megpróbálja őt befolyásolni, ami a döntéseket illeti. Mit fog tenni irányodba, azt a szív mutatja. Ez a szeretet és a szerelem. És ilyen érzésekkel közeledik hozzád, hiszen kimondja vagy kimutatja azt, hogy fontos vagy számára, te adsz erőt számára, és hogy szeret téged. Milyen lépéseket kellene tenned, ha te egy hölgy vagy, a nap mutatja ezt, jelenti a te kisugárzásodat, légy magabiztos, legyen meg ez a kisugárzás. A nap megvilágít bizonyos dolgokat, te szeretnél vele tisztázni valamit. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ott látható a víz, ott a fejük fölött, és a hajó. A hajó jelenti a jövőt. Mi vár rátok a jövőben? A hajó jelentheti a reményt, hogy minden jóra fordul, jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat, ez lehet egy nyaralás tervezése is, de a hajó jelenti a belső utat, egy lelki kapcsolatot is, hogy itt lesz majd a jövőben egy közös életút, és ehhez megvan a remény, hiszen a hajó nyújtja a reményeket is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, akkor örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Ez a jóslás természetesen megrendelhető, akkor személyes passzol a te helyzetedre, a díjam az 4000 forint. Örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel! Dendera.